sokadik fájó 1-0-ás vereségünket szenvedjük el. Mi múlhat ez NB1-es rutin hiánya? Mert a Debrecenben most volt egy olyan csatár, aki az egy helyzetet be tudta rúgni, azt láttuk. Hát én inkább úgy fogalmaznék, hogy a második félidő elfogadható volt, az első félidőben pedig hát egy olyan futballt mutattunk be, amit én biztos, hogy nem kérek a játékosaimtól. Lassúak voltunk, körülményesek voltunk. Lehet, hogy nálunk volt a labda, vagy többet birtokoltuk a labdát, de nem tudtunk kezdeményezni, mert körülbelül a mozgásunk az olyan lassú volt, hogy abból nem lehet támadást kezdeményezni. Miért van ez, vagy miért hiányzik a dinamika, egy gyors labda kezelés? Nem tudom, a második fél időben úgy gondolom, hogy feljavultunk, sőt, mondhatom azt, hogy szerintem jobbak is voltunk a Debrecennél. Hát ezt a gól előtti szituációt ezt vissza kell nézni, mert így most nem akarok semmit mondani. Azt látom, hogy honnan rúgták, vagy honnan rúgta be. Szép találat volt, és hát ez az egy góllal a mai mérkőzésen jobb volt a Debrecen. Érdekes, amit mondasz, mert én pont úgy láttam, hogy az első fél időben jobban a Debrecen fölé tudtunk kerekedni, bár lehet, hogy az ő játékuk változott. Az első fél időben akkor lehet, hogy csak én láttam így, hogy a labdakezelés után olyan lassan reagáltunk, a reakcióidőnk olyan lassú volt, hogy három fehér elvitte a labdát, vagy elsodorta, vagy odaért. Én inkább ott várnék egy olyat, hogy amikor megvan a labda, amit gyakorolunk edzésen, egy átvétel, már a kapu felé indulunk, tehát nekem ez hiányzik. Lehet, hogy én várok túl sokat, de mondom, ilyen tempóban nem lehet mérkőzést nyerni. A második fél időben más volt, ott már mind akaraterőben, küzdeni tudásban, de hát most én nem szeretnék azt mondani, hogy küzdjünk, hát küzdeni a fronton kell. Itt játszani kéne, a futballt játszani, gyors egykérintés játék, ahogy annak volt is jele a második fél időben. Nem értem, hogy miért nem lehet így futballozni végig 90 percen keresztül. Ettől függetlenül azt mondom, hogy a második fél idő az egy olyan volt, amire lehet építkezni, abban volt tartalom, voltak lehetőségeink. Hát nekünk sajnos nem jön össze az, hogy egy lövés elmegy, megpattan a védőlábán, és hova csorogjon, ha nem a kapus kezébe. Mi meg úgy kapunk gólt belőle, hogy becsúrog az alsó sarokba. A szerencsét, hogy ki tudjuk vívni, ahhoz jobb teljesítmény is kell. Ahogy azt tettük Kispesten is például. Pavlovról mi a véleményed? Ugye a hírek alapján tőle nagyon sokat vártunk. Én úgy látom, hogy ma nem nagyon tudta megmutatni, hogy mit tud, de te látod azért nap mint nap edzésen. Hát valószínű, hogy neki is még szokatlan a közeg. Nem ismeri annyira a társakat, hát egy-egy villanást azért vártam volna. Ma ez így sikerült, hát majd bízom benne, hogy ő is itt beáll a sorba, utolérje a többieket, és akár már kedden például tudja csillogtatni azokat az erényeket, amiért tulajdonképpen leigazoltuk. Nincs sok időnk tanulni vagy tapasztalatot szerezni, ugye itt azért nagyon hiányoznak ezek az elvesztegetett pontok, de azért egy idő után lehet már ezekből az 1-0-es vereségekből olyan szinten tanulni, hogy egyszer-egyszer a mi irányunkba billenjen a mérleg, mint akár Kispesten? Hát még egyszer csak azt tudom kihangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy ezek az eredmények a mi javunkra billenjenek, többet kell letenni az asztalra. Tehát pontosabbnak kell lenni, precízebbnek kell lenni, olyan szituációkban, amikor mondhatom azt, hogy nincs a környékemen ember, tudni kell pontosan passzolni, enélkül nem fogunk tudni előrelépni, de mondom, építkezvén a második fél időben látottakra, legalábbis én veled egy picit ellentétben, én azt mondom, hogy erre inkább lehet építkezni, és ebben a második fél időben volt tartalom. Egy Debrecent odaszegeztünk a kapujához, és tulajdonképpen az előre vágott labdákból próbáltak meg ők apelálni. Mondjuk pont az a támadásuk, amiből a gólt kaptuk, az inkább azt mondom, hogy egy kidolgozott volt, egy keresztmozgásból. Mondom, nem tudom, hogy mit mondjak rá, mert nem láttam, hogy honnan ment be, vagy hogy ment be. Lemaradtunk. Ezt nem tehetjük meg, mert akkor így elmennek a mérkőzések, és egy nőre ki fogunk kapni. Köszönöm szépen.